SSD Strada, kész a PS2, feloldva úgy, hogy az utolsó világba mehetünk ebbe a lilába, és már csak a fő konzol maradt, ami elindította ezt az egészet, a PS1, gondolom ezt fogjuk itt feloldani. Memoriam mező, szeles kapu, itt ez az első kis pályánk, egy puzzle darabot már is észrevettünk, úgyhogy érte is megyünk, gyerünk, ha okomám lenessé nekem, kapaszkodj, segítsetek neki, jó? Na ez meg is van. Szuper, na kíváncsi vagyok, mit fognak még ide tenni, mert volt már az a glájdolás, volt már a kilövés, mindenféle érdekesség, majomkodás, akkor az elején nem is tudom azt, hogy nevezik így forgó, kilövések, űrhajózás, íjászkodás, fegyver, ez a szeles? Oké. Érezhető a szél is, látom az asztrobotos fej, ott is megvan. Oké, na de nekünk, hopp, nekünk, hú, figyeld a köpeny, wow, nekünk tovább kell jutni, anélkül, hogy leesnénk, őt el fogják kapni. Ez melyik utalás? Ez kire utalás? Sok utalás van, de nem mindegyiket sem. Hát többet nem ismerek, mint amennyit ismerek, be kell valljam, én nem szégyellem, de azért... Ó, de érdekes, mi ez, ilyen sár vagy agyag? De furcsa. Ha, győzzük így le őket inkább. Vörös tüskék. Na jó van, ne trükközzél ide neki. Medieval. Ez itt a Medieval lesz szerintem. Kard, igen. A pajzs. Pajzs egyértelműen mutatja ez a Medieval. Na végre. Oké, ez is a Crash Bandicoot meg volt. A Spyro-t nem találtam meg, vagy nem vettem észre. Szóval az lehet még. Oké, és akkor milyen a Tekken az volt, mik voltak még, a Mortal Kombat talán esetleg, Last of Us volt, a Uncharted szerintem, Tomb Raider, azért az Infamous az volt még PS3-as exkluzív. Ez a Stranding, hogy hívják, amikor vitte az a Walking Simulator, de milyen Men's Stranding, vagy no, nem tudom, nem játszottam vele, de azt tudom, hogy melyik az. Jó, oké, itt mi van? A Parappa the Rapper az is volt. Egy levél? Az mi lehet? Az nem tudni, de azt tudni, hogy... de érdekes érzése volt annak, hogy úgy... Hopp, támadsz? Gyere, támadj! Gyere! Jó! Miért csak hát fogja meg? Jó van, legyőzve! Ott még jön kettő, abból már csak egy. Pif! Szevasz, nagyon jó! Hoppá, ide-őre megy, úgy tűnik. Wow, kapaszkodjatok! Mi ez a nagy szeles? Nagyon erőteljes. De sikeresen. Esik az eső? És esernyőt veszünk fel? És azzal lehet így ereszkedni, hogy glájdolás vagy valami lesz? Várjál már, mit akar ez a kicsi? Vagy pedig az, ott kit veszel fel? Az a... a Les Guardian vagy melyik? De abba egy ilyen róka vagy mi volt, egy ilyen kutya, nem pedig egy olyan sas, ha jól emlékszem, abba a játékba. Shadow of the Colossus, amíg olyan játék, ami olyan ikonikus, arra nem biztos, hogy láttam utalást. De majd mondom, megnézem, hát ha van valami összefoglaló mindegyikre, az ott mi? Hófehérkének a cipő, vagy mi az, az origami, az a Heavy Rain, tényleg a Heavy Rain. Az is a PS exkluzív volt, vagy nem tudom most jelenleg az-e. Tényleg a Detroit Become Human az is még olyan PS-es volt. Jó, itt kettő ilyet csak így lehet legyőzni. Jó, meg volt. Másiknak is annyi. Oké, ez nem rossz. Ez egy alap platformer. Na várjál, itt lesz nagy hívás. Mert jönnek még a szúrósok. Hoppá! Oké. Inkább... De amúgy minden egyes esőcsepp érződik, hát ilyen nincsen. Ez a kontroller... Erre gyorsan. Nagyon, nagyon jó. Így a kontroller. Az érzéseket nagyon adja. Na, akkor itt az első műtárgy. Eddig nem volt egy se? Vagy nincs is még műtárgy itt? Hát nem... tapasztaltam. De nem hagytam ki. De akkor az első pályán nem is volt. Nagyon elnézhettem. Gyorsávos mezők, lássuk, milyen lesz itt második pályánk. Na, egy műtárgya kezdünk. Nem!
hanem dobálózásra. Szavaz! Júj, na lássuk, milyen gyors sáv lesz itt nekünk. Aha, ez az. Cip zár be, és akkor jöhet valami érdekesség. Ohó, ezzel a kis komával vagyunk. És úgy tűnik, akkor ezzel kell így, akkor... Így oldalra? Vagy csak egyenes? Oda-vissza, kilövés? Ezzel most mozgatni, ne? De akkor... Jaja, de! Itt így, mintha ezzel, hogy merre menjen lefele. Balra. Ezzel a touchpaddal kell akkor itt így... simogatózni, na hogy mondjam, vagy hát így... Wow, rajta is lehet tartani, és akkor... Úgy... Közben, amikor megy egyenesen, tehát adunk neki sebességet, és akkor balra, jobbra... Oké. Ugrani lehet-e? Ja nem, itt van ilyen pattogós. Itt most mi? Oh, beton! Érdekes. Érdekes irányító. Jó, nem tudom, itt most hogy érdemes ezt a... Melyik ujjammal lenne, mert ez az én ujjam, nem tudom olyan... de ilyen milyen ujjam van, de... Oh! Rajta! Vigyázz! Nem csak... Oda. Ott egy teke, ez a bowlingozós. Tényleg egyenes. Jó. Itt szerintem lesz gyűjteni való, itt csak meg kell állni. Meg... Ó, állj meg! De érdekes. Minden egyes léc vagy az a kék rész érződik. Tuti lesz itt egy puzzle vagy valami. Egy tárgy, na! Astrobot! A PS1-re megjelenne, akkor ilyen pixeles kis Astrobot lenne. Hát nézem, hát ugye tényleg mint a PS1-es lemezek. Hát nekem már karcosak resek, nekem már karcosak, de ettől még ez nagyon jó. Oké. Ja és akkor ott vannak a ott van a CD player, így nézett ki ott lent. A TV-be. Lejátszotta a zenéket, hát az milyen nagy királyság volt. Ja, és akkor most van, nem kell várni végig, ha nem mehetünk végig. Jó, gyorsba. Oké, oké, és szerintem ezt így fogom, hogy így tartom, aztán így irányítgatom szerintem ez, mert így a hüvelykel nem nagyon érem be teljesen amúgy. Szerintem ezért érdemes így a mutatóval. Várjál, itt ezen az oldalt van, ha átküld. Hát a puzzle megvan. Jó! Most akkor... Húha! Azért kellett fújni, hát kétszer neki kellett indulni a fújásnak, hát nem úgy volt az elektropel, hely, na gyertek csak elő, úgy van. Várjál, ő le fog támadni, vagy a levegőben majd én letámadom, húzzuk ki innen. Akkor mi a helyzet? Ez tényleg akkor a PS1-re fókuszál, de akkor a PS5-et nem is fogjuk úgy feloldani, vagy arról nem lesz semmi olyan bemutató dolog? Habár igen, ez akkor volt, amikor megjelent a PS5, szóval még ott olyan sok kiegészítőt még nem hiszem, hogy tudnának mutatni, de ettől függetlenül nagyon szép lesz majd az a gyűjtemény, amikor ki tudom maxolni, hogy minden benne van abba a PlayStation Labo, vagy mi annak a teljes neve, az ott egy pattogó. Jó, akkor ide föl. Hoppá. Ez most a fújós lesz. A fújós, gyerünk fúj. Ja, elég beszélni bele? Ja, mert csak egyszer fújtam, de... jó. Jó lesz akkor. Ez itt kicsoda? Ghost of Tsushima. Az a ninjás. Szerintem. Jó, ott van a puzzle darab. Jó. Be kellett volna várni. És akkor tovább jutva pedig eljutunk egy műtárgy. Esetleg. Jaja. Nézzük, a Sony van LCD monitor, ja rá lehetett rögzíteni, ilyen nem volt, rá lehetett rögzíteni, és akkor fel lehetett így hajtani, hogy a, tehát nem kell tévét vinned magaddal, hanem ezt itt alul, ezt az alsó részt hátulra be lehetett dugni a konzolba, és akkor így fel lehetett hajtani, és akkor úgy megy a fényerő, meg hangerő, ennyit lehetett, ott van két szélen, ott van a hangszóró, tehát ugye meg ez így nyilván így rá, tehát ez így ráhajlik a konzolra, a PS1-re, hát ez jó. Ugye a műtárgyak is nagyon-nagyon jó, hát nagy történelme van ennek. Nagy történelme van a PS1-nek, elég beszélni bele, nem kell fújni. Én meg itt mindig fújtam, mint nagyon van. Hát azt mutatta meg, azt tanította nekem a játék, hát akkor úgy fogok én is tenni, hát most, na, hát ez így, na, majd ez visz, vagy ezzel, jaja, oké, kilövök, aha, na, megyünk, haladunk, kikerülő, tényleg majd lehet még nyitogatni is,
Mert van már annyi érmém, hogy szerintem tudok nyitni, akkor várjál, csak közép. Jó, checkpoint megvan, szép menet. Azok elektromosak lesznek, bizonyos másodpercig. Jó. Ó, forduló! De megvolt. Checkpoint jöhet, fordul, aztán vissza. Ú, de erre is a... az eső, és ez is érzi, különbség van abban az esőben, amit tapasztaltunk a játék elején, illetve amit most tapasztalok. Nagyon érdekes, mert ott várok egy fordulatot. Amúgy, hogyha a levegőbe úgy pöröksz egyet még, akkor egy kicsit tovább maradsz a levegőbe. Tehát, hogyha kellene még egy kis idő neked a dupla ugráson túl, akkor még tudsz egy pörgetést is tenni. És akkor harcolsz, elnéztem. Na ez itt kicsoda. Ez a Tenchu. Ez a Tenchu ninja, nem? Hát nem biztos. A Silent Assassin vagy milyen volt annak a játéknak a címe. PS1-es volt az úgy műtár. Ú, erre mindig vágytam. A Crash Team Racinget játszottam, de csak ketten tudtuk játszani. Ezt pedig így hozzá lehet... Hol a vezetéke? De hogy ez a dual tap, hogy hozzá lehet úgy kötni, és akkor van két játékos, tehát két kontroller ide, meg két kontroller ide, és akkor négyen tudtuk volna a Crash Team Racinget játszani, a derékszög a kockák, meg ez a multitap, ez nem volt nekem, de hát benne volt a Crash Team Racinges olyan kézikönyvbe, és akkor ott úgy mutatta, hogy négyen, ha akarsz játszani, négyen akartok játszani, akkor kell az. Szóval csak ketten tudtam játszani, hiába voltak még barátaim úgy kontrollerekkel, de sajnos nem tudtuk... Figyeld azt a tévét, sajnos nem tudtuk négyen játszani, tehát most már multiplayerben akár többen is lehet, csak ne kellene hozzá a PS Plus. Hát meglátjuk, a Crash Team Rumble az kéri-e, majd szükséges lesz-e hozzá PS Plus, vagy nem, de az biztos, hogy a 4v4 játék le... Wow! Ez kicsoda? Giri! Hát ez Giri a Crash Team Racing Nitro Fuel the Nitro Kartból, ez micsoda? Hát ilyen rázós sugárút? Na jó, van, nézzük meg a rázós sugárút. Na gyerünk, cip zár fel. És akkor indulás, sziók, na menjük. Azt mondom, ó, pont úgy, kilövés. Na, akkor egyenes, pingpong oda-vissza. Wow, hát ez a szonikos kilövés, várjál csak. Szerintem... Egyenesbe kell középen, vagy le kell ütni az összes bowlingozót? Nem, csak egyenes. Jó. Ho! Ezek ugye nem esnek le, jó. Nem? Ott mehetünk egyenes, ott van még egy puzzle darab. Ho, a kis slalom! Jó, azok a kilövések, azok segítenek amúgy irányba tartani. Nem a legegyszerűbb. Whips! Így bizony! Ez is egy jó kis sugárút volt. Rendben. A Sobi. TV. Figyeld. Tirini. Nem teszi bele a... Ez igen. Hányszor hallottam én ezt, amikor beindítottam a játékokat. Legtöbbet ezzel tudtam játszani a PS1-gel. Akkor voltam a legfiatalabb, tehát minél fiatalabb valaki, szerintem annál több szabad ideje van. Aztán később úgy egyre kevesebb, meg hát másra is szán időt. És akkor nekem ez volt az a fő konzolom. Do it! Just do it! Teljesítettük a memória mezőt és a trófeák csak 15%, szóval van még mit csinálni. Háromdimenziós ősrobbanás. Ez a konzol, hát még megvan valahol, nem tudom, hogy merre. Otthon a szüleimnél talán még megvan, de azt tudom, hogy a PS1-es lemezek, azok itt vannak nálam, itt vannak a fiókban. Tehát az megvan. Na nézzük. Igen. És akkor ott volt az a kis olvasófej, azt tisztogattam, hogy mondom, azért nem jön be, vagy mi újság van. Azt tisztogattam, és ott hátul az a karika, ott azt, ha rajta tartottam, akkor elkezdett úgy pörögni magától, tehát nem kellett lezárni.
Mert egyébként az a kis tüske volt, ami ott úgy lezárt, tehát az jelezte, hogy hát igen, ilyen kis csibész voltam amúgy. Na jó, de az már a múlté. PS1 zsebbe. Így most már a konzolokkal teljes. Tehát itt vagyunk, a fő konzolok megvannak. Megszereztél 4 fő PlayStation műtelje. Gratu, várjunk csak, mi ez a hang? CPU pláza alaksorában jobb, ha megnézed, hogy mi az? Hallottad azt az ordítást? Valami szörnyeteg még lesz itt? PlayStation Laborban PS1, PS2, PS3, PS4, és akkor nézzük meg a CPU plázába vissza, kinyílt egy ötödik világ az alaksorba, vagy... Ja nem, ott azok a... az a kocka! Az a kocka ott volt, hogy... Igen, igen! Megvan mindegy. Wow! Hát ezt megnézem. Ezt meg kell, hogy nézzem. A speedrun itt ott aztán a versenyfutás, a speedrun pályák az külön, tehát a speedrun az másról szól. De akkor nézzük meg akkor a... Akkor nem a PS1 volt a befejezés. Ha? Hallgass csak meg. Kérdőjeles világ? Vagy ez külön kellene videóba az ötödik világ? Hát lehet érdemes, lehet ez a PS5 feloldás!